Sajnos egy rövid gondolat erejéig ki kell térnem azokra az eseményekre, amelyek itt a sajtótájékoztató előtt történtek. Évek óta nem egyszer tartottunk már sajtótájékoztatót a Magyar Posta épület előtt, ebből probléma nem volt. Most sajnos értelmezésbeli vita alakult ki, hogy mi számít közterületnek, mi nem. Tudomásom szerint rendőrt is hívtak ránk, de ezzel továbbiakban nem szeretnék foglalkozni, mert van jóval fontosabb téma is, mégpedig az, ami miatt ezt a sajtótájékoztatót összehívtuk, mégpedig, hogy a posta nem zsibvásár, tehát szüntessék meg a kötelező értékesítést a postákon. Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogyha betérünk egy-egy postára, hogy kaparós sorsjegyeket, különféle biztosításokat igyekszenek ránk tukmálni, és nem csak az ablak mögött ülő kollégákra igaz ez, hanem az utcai járatokban kézbesítő postásokra is. Nyilvánvalóan, hogy ezt nem önszántukból teszik, hanem kötelezően elő van írva számukra, de nem csak, hogy kötelezően elő van írva számukra, hanem komoly pszichikai nyomás alá helyezik őket, akár kirúgással fenyegetik őket, lehetetlen tervelvárásokat fogalmaznak meg számukra, úgyhogy azt hiszem, hogy több ezer postással egyetemben mondhatjuk, hogy ebből elég. Hogyha a Magyar Posta szeretne a piac azon szegmensében megjelenni, hogy pénzügyi termékeket szolgáltat, értékesít, ám tegye, de akkor alakítson ki külön munkaköröket erre, amelyre majd olyanok fognak jelentkezni, akik éreznek magukban kedvet, affinitást erre a feladatra, de a postások feladata nem az, mert a postások nem kufárok. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy bár látjuk, hogy a Magyar Postán belül milyen problémák vannak, versenyképtelen fizetések, létszámhiány, rossz körülmények, ezeken mind-mind változtatni kell, ez viszont egy olyan változtatás lehetne, amelyet rendkívül gyorsan egyik napról a másikra meg tudna tenni a posta vezetése, amellyel javítani tudna a postások közérzetén, hogy így fogalmazzak. Ezért a napokban levélben fogok fordulni a Magyar Posta elnök vezérigazgatójához, Balczó Barnabáshoz, hogy ennek érdekében tegyenek meg ők is mindent, hogy javítsák a postások közérzetét. Köszönöm a figyelmet, amennyiben van kérdés, állok rendelkezésre.